Tiszteletem, hölgyeim és uraim! Tiszteletünk! Thanksgiving reggelén, délelőttjén. Hogy szokták otthon mondani? Hogy szokták otthon mondani? Hogy? Hogy pálinkás jó reggelt? Ja. De hát így nem jól vagy a képbe. Vagy állj a napra, vagy a árnyékba teljesen. Ilyen fele-fele nem jó. Nem hát. Hát gyerekek, Évi. Itt a kísérő. Mivel hogy nem dolgozunk, azt mondta, hogy megissza azt a étolajat először. No, az lesz a kísérő. Azzal leszorítja a pálinkát. Pálinkás jó. Na, hagyd nézzük ezt a... Mi a neve? Mutasd pontosan. Slivovic. 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 Oh my goodness. Mivel hogy nem megyünk ma sehova, mert minden be van zárva. Majd én... Ezért úgy döntöttünk, hogy... Majd én megyek délután. A fiamtól kapott pálinkával köszöntünk benneteket és magunkat. Mariska, Maraska. És ezt a gyönyörű, szép ünnepet. Nem lett hozva kísérő. Ott a olaj, azt majd megint. Na, ne olajozzunk. Milyen olaj? Igyak rá étolajat? Hozzak ki vizet? Na, gyerekek. A világ nagyon sok részében vagyunk, ugye, akik... Hozzak ki vizet, amíg beszélsz. A teját. Teját? Innen a izéből, azt a Liptont. Nem tudom, milyen a kép, remélem jó lesz. Várjál, ide jövök. Tehát a világ minden részében vagyunk, magyarok, akik hát ilyen és olyan okok miatt ugye kénytelenek voltunk elhagyni a hazánkat. Szülőföldünket, és hát megtelepettünk egy idegen országban. Családot alapítottunk, házakat vettünk, stb. Gyárakat alapítottak. Szóval elkezdtünk egy új életet, de mivel hogy ugye az országnak a szokásait illik felvenni, hát asszimilálódni, és tisztelni a hagyományokat a befogadó országnak, ezért aztán hát mi is átvettünk egy-két jó dolgot. A rosszat nem veszük át, azt megígérem, hogy eddig sem, megígérem, hogy nem fogjuk átvenni, és a rossz szokásokat ezután sem. Úgyhogy, hát ez a háladás napja, a háladás napi történéseket én már elmeséltem régebben, hogy kik és miért adnak hálát és kinek. Úgyhogy a régebbi videókon már rajta van, úgyhogy ezzel nem szaporítjuk a szót, hanem iszunk egy felest. Na, köszöntésképpen. Igyál egy felest. Évivel kokót te nem kaphatsz. Neki? Ő beleinna. No, nem szabad. Isten őz. All right, happy Thanksgiving for everybody. Happy Thanksgiving. Bőr alá. Bőr alá nem tudom. Ez gyerekek, ez annyira finom szíra, hát nem ismeritek európai. Én nem tudom egybe le... Oh. Ez horvát? Horvát, ugye? Azt hiszem, Horvátországból van. Nem román? Nem román? Croatian. Az? Croatian. Croatia, ja. Ja. Na, happy Thanksgiving. Én mindig azt hittem román. Boldog... boldog háladás napot. Gyerekek, én néztem most reggel egy... Érzem, itt megy le. Egy kis híradószerűséget, és hát ott mondja, magyarul, magyar műsor, és magyarok, hogy az a háladás napi menü. Otthon? Mondom, már otthon is ünneplik. Csak nem tudom, miért volt, de ott volt a M2-n. Na, Gesundheit! Korona, várjál, abba tegyük. Miért nem húzod meg? Jaj, de jó szilva illata van. Jaj, vagy aromája. Jó van, jó van. Na. Koko. Jeges teja. Ez nagyon jó pálinka. Nagyon jó pálinka. Örömmel hallgatom és nézem a híradókba, hogy most már a ugye a pálinka hívást azelőtt ilyen proli, paraszt dolognak tartották. Ugye, hát azt mondták, hogy a arisztokrata, meg a mit tudom, mi nem isznak pálinkát, mert az olyan parasztos, olyan prolis. Na, most már van Magyarországon is egy
pálinkaivási kultúra, aminek én nagyon örülök. Itt nem pálinkát isznak, hanem vodkát, meg... Na nem, nem. Most már van, otthon kialakult egy pálinkaivási kultúra. Itt mondom. És ez jó, mert... Whisky, brandy, ugye ez a természetes anyag, természetes termékek. Pálinka. Ugye nem ilyen csinált, élesztős, ilyen kerítésszaggató, rabvallató pálinkák vannak, hanem nagyon jó minőségű körte, szilva, meg hát egyéb cseresznye, barackok, meg minden, és nem ilyen hamisított kukoricából összebaszott szarságok. Úgyhogy hát ez a Slivovica, ez egy nagyon kellemes valami, tényleg jó. De hallod, azt vettem észre, hogy a múltkor ittuk a mi volt a cvakot? Ja, a cvak. Ahogy megy le, igen. Az egész égeti. Igen, ez a gyelőcsövedet. Ez csak melegít. Felmelegíti. Ez csak melegít, de az másik, az ége, az erősebben. Úgy látszik, az erősebb. Uh-huh. Ha bárki tudja. I don't know. De ez is finom. Ja. Na nézzük a tüzet. Mi vagyunk a nagy pálinkaivó. Minden két hónapban egyszer iszunk egy ilyen. Hát remélem, jó lesz a kép. Hát úgy kezdjük az egészet, hogy van nekem ledarabolva ilyen sonka. Sonkának ez a kövér a része, és ezt egy kicsit most ugye ki fogom olvasztani. Legyen egy kis zsiradékom. Már is rátesszük a paprikát. Ki lett hozva az a plasztik, mert azzal a vassal nem szeretném ezt így felkaparni. Ezt a védőrészt. Szépen fogottam. Sütögetni. Engedett ki egy kis zsiradékot. Ráteszem a apróra vágott rivahagymát is. Gyönyörűen sül minden. Jó közepes tűz van. Mert erősebben is, igen, adunk neki még. Jó, közben ezt is beindítottam, ráteszem a olajat. És erre ráteszek ezt a darált csirke combot. Csirkehúst. Nem marha húsozunk. Jó, ide be lehet vinni. Alright. És ide pedig teszünk egy mexikai fűszerkeveréket. Jó, hát megvárjuk, hogy ez kicsit átmelegszik. És megsütjük. Ilyen egyszerű dolgunk van, gyerekek. Más semmi dolgunk most nincs. Ja. Igen. Nem tudom, milyen a kép. Remélem, jó a kép. Ide pedig még teszünk apróra vágott füstölt csonkát. Alakul a dolog?
de a füstölt csonka az elég sós. Azt hiszem, le fogom csukni. Fölülről is kapjon meleget. Ezt már be lehet vinni, ugye? Jó, le is csukom. Jó, és akkor ez most már itt beindult. Jó, ez az gyerek, gyönyörű. Mondom, remélem jó a képen, nincs diszpléjem. Nincs itt a control monitor. Ezt teljesen készre fogjuk itt sütni, párolni. Alakul a dolog, gyerekek, alakul. Micsoda illatok van itt. Wow! Sonka, hagyma, paprika együtt. Nagyon jó. És van egy kis füstölt illata is. Ez is jó mindent. Na gyerekek, ez egy reggeli lesz. Ez nem a fő menü, de hogy is. De hát ez marha sok. Oké, na most. Ide pedig egy picit fogunk tenni ebből a chiliből, jó? Megegyeztünk? Beleegyeztek ti is? Egy kis chilitót. Ami, hát ez nem az a erős fajta chili, de ide is egy picit. De belevisszük a flavort, tehát az aromáját, aromát belevisszük. Az egyéb fűszereket. Megváltozott az illat, jaj de jó illat van. Jaj de jó illat van. Mexikó illatai. Ja, most csodálkoztok, hogy itt paradicsom nincs, pedig van, csak le van őrölve, szárított paradicsom. Jaj, de jó illat van. Oh. Igen, most pedig még egy intelligens jön, a bab. Gyere. Mexikói kaja bab nélkül olyan, mint a dugáscsók nélkül. Ezt már mondtam a múltkori videóban is. Kukoricát én nem használok. Lehetne beletenni most szölt kukoricát is. Nyugodtan. Csináltunk ugye egy csiris babot. Gyere. Gyönyörű. Ezt még tovább pirítjuk. Most már ugye a dínszterésünk végének közelettével ugye beletehetjük a fokhagymát is. Elnézést a gyors mozgásért. Gyerekek, gyeleg akkorákat, mint egy kotlós. Nem beszélve azt, hogy még ma nem ettünk semmit. Már mindjárt 10 óra. Jó, ez jó lesz most már. Lejjebb vesszük. Ne tapadjon le. És ez így kész is van.
ügyesen. Le fogjuk innen venni, ha sikerül. Remélem. Levettük, ezt lezárjuk. Oké. Várjál, még nincs két. Hoztam ki egy másik serpenyőt, ide teszünk egy ilyen olívaolajos, ilyen pikante dolgot. Ugye olívaolaj, fűszeres olívaolaj, és valahogy megpróbálok ide bele csattintani. Négy darab tojást. Ami sikerült is. Oké. Okay. És ezt megsütjük. Leszünk ott elni alatt? Há? Leszünk ott elől? Mármint ott elni alatt? Oda terítsek meg? Hát nem tudom, vagy együnk, ide, na szerintem ott tegyünk az asztalnál, nem, külső kint, asztalnál, kint, na, igen, a kertbe, persze. Akkor odahozom. Majd tányérokat lehet hozni kettőt, jó, ide? Ide? Három tányért. Miért, kereket vagy a hosszú? A kerek tányér, kicsi kerek, azt mondta a turista is. Jó, ez így megfelel, ilyen. Nem sütjük túl keményre a dolgot, gyerekek. És ezt ide tesszük egyelőre. Most jön a legérdekesebb rész, amikor is ugye rátesszük a tortillát. Tortilla bread. Így. És megmelegítsük. Közben itt felnyitok, megkísérlem. Most nincs itt oldó. A sharp cheddart. Nagyon remélem, hogy jó a kép. Megy az? Megy, jó van a felvétel. Megy, azt látom. Igen. Évi jöhetne a tányérokkal. Négy darabot gondolok, hogy készítek most. Majd a többi is meg lesz csinálva, csak azokat még majd elteszem. Gyerekek, ennyi töltelék, ennyi. Hopsz. Ez nem fogy el. Ez lehetetlen. Na gyere, Évi, hol vagy? Addig nem tudom, ide rakom rá, hát áú, ez már meleg volt. Oké. Na kérem, Évi jött, mint mexikói étel szakértő, és hát megegyeztünk, hogy nem borítót fogunk csinálni, hanem, vagy hogy van? Nem kaszadíjat. Nem kaszadíjat? Mondd el, mi a különbség, jó? Hát a burítót, amikor fölhengergeted, a kaszadíja, amikor... Amikor csak félbe. Tehát Évi burítót akar, na, mit? És hát itt van az internet, tehát ezekből kell ugye megold, de a végén kell beletegyek egy kis sajtot is, jó? Oké, mit... Jó van? Csináld akkor. Én addig még ezt a kettőt itt megcsinálom, megmelegítem. Oké. Okay. Na nézzük, leveszem a kamerát a fejemről. Biztos akarok lenni, hogy... Jól csinálom? Nem, hanem hogy, hát, hogy látszódjon. Mert nem, most nem vagyok biztos benne, hogy a többi milyen.
Mindenből teszek rá egy kicsit. Persze, persze. De na most salátát nem teszünk, semmit. Ez, figyelj, nincs. Ez nem hivatalos, ez de ilyen ez fodor. Jobb, ez jobb burító, mint az hivatalos. Ez ilyen fodor, alapfodor. Fodorféle burító, de hidd el, hogy ez... Sajt? Igen. Lehet bele ez, tejfölt is tenni. Tejfölt a tetejére, ha akarsz. Azt most nem muszáj. Na szoktak. Ja, sajtot ne sajnáld. Na most akkor ugye Évi megtekeri, azt mondja, hogy igen, nagyon jó, nagyon ügyes. Úgy, mint a töltött káposztán. Hát én az, hát de meleg. Meleg, hát. Nagyon az a ügyes lényeg, vagyok. Kész. Itt van. Fodor Éva, Fodor János féle burrito. Ez egy. Ami nem kaszadilla, kaszadilla. Csináljunk egy kaszadillát is, jó? Az jó ropogós. És már is adom a tésztát. Ja. Várjál már, hát hova akartad rakni? Ez még a pálinkának a hatása. A fejbe vágott a jó, a gyerek? Ja. Hát mondjuk ezt nem tudtam volna fölhajtani, biztos. De, a tányér kicsit kemény lett volna, mi? A tányért begörgetni. Meglepődtem volna. Tegyél azért bele mindenből. Hát jó, de látod mekkora lett. Négy darab lesz, a tojás fogjon-e. A többi nem érdekes, azt le tudom fagyasztani, de a tojás nem. Meg... Látod. Van ez a gyerekek, ezt lehet venni készen. Na, hát ez a cheese, cheese, eggs és ham féle burítókat. Rendbenetesen finomak. Illetve hát úgy gondolom, hogy rendkívül finomak. Hát ez... éhes vagy, remélem. Oké, okay, szóval de... Szép példány. Ez lesz a... Akkor terítsd szét jobban, ha kaszadillázni akarsz. Egybe hagyjam, vagy rátegyem még így? Hogyan? Így. Nem, ez csak így hosszba. De akkor egy kicsit osszad széllyel. Teljesen a felét, úgy, igen. Még egy kicsit arra is mehetsz. És akkor yes. Még ezt úgy meg lehet fokozni, hogy van az a sütőedény, tudod? Ja. És akkor így, jó. És akkor az le, most, lezárja itt két most oldalt. Most nyomkod jól le. Várj, akkor még teszek bele, mert sajtot tegyél. Mert szerintem. Neked ez a te adagod. Hát én egy ilyet benyomok, nekem ez elég. Ajaj. Ez a te adagod lesz, úgyhogy. Jó, hú, hát az már sok lesz. Mekkora ez lesz, kaszadilla. Sajtot tegyek még be? Sajtot tegyek még be? Persze. Szegény Kokó meg itt néz. Nem, már nyalja a kanalat. Na, a szegény kutya, kénytelen kanalat nyalni, hát mint a szűzlány nyalta a kanalat. Gyakorlatilag ez jó, meg ez ugyan... Jó nyomra, hallod? Jó nyomra. Ez meg ez ugyanaz, csak egy kicsit... Persze, hát egyik le kaszadilla, nem másik burító. Ezt a kanalat mosd el a vizénél. Hú, várjál, nem én sehova. Húha. Ez már kicsit ropogósabb lesz. Nem baj, hogy ne süss meg jobban. Nincs megégve semmi. Na még egy van. Ez várj, már... hozok egy másik kanalat. Ja, hozzá. Oké, gyerekek, mindjárt kész vagyunk. Itt még mindig megy a tűz, lekapcsoljuk. Na, mit szóltok hozzá? Jó lesz? Ha? Kis mexikói reggeli? Mexikóias. Kellett volna bemenjen itt a másik kanál, még villa is van. Na mindegy. Ha, ezek meg itt ki fognak hűlni. Meg ne jég, ez is kicsit átmelegedett jobban. Nem baj. Kicsit ropogós, ez nem érdekes. Jó, vigyázz, itt van egy ropogósabb. Azt majd csúsztasd ide bele a kaszadillát. Ide ebbe edénybe. Igen. Mert... Álljál, mert rá van ragadva. Ja, úgy. És akkor ennél az a lényeg, hogy ugye ezt itt megnyomkodjuk, és megpirítsuk ropogósra. Gyerekek. Még egyet csinálhatsz nyugodtan, hagyd piruljon jól meg. Jó. Mondom, a tojás fogjon el. Teljesen. Az még egyre elég. Mennyi van? Ja, még egy burítót kell csinálni, jó van. Oké, de azért tegyél bele mindenből. Ezt még tehetsz bele egy kicsit. Ez most mi lesz, kaszadilla? Ja, mert ez túl nagy. Akkor még egy kicsit tehetsz. Mutasd. Még egy burítót? Ja, ebből.
Még egy burritót majd csinálok, és az holnap... Ezt még rátad rá. Az holnap elviszem. Jó lesz. Sajtot ne sajnáld, sajtot. Bátran. Abból meg burritót csinálok, és az meg burrító lesz holnap akkor. El tudom vinni. Ja. Na, a többit is meg kell csinálni a maradékokból, szóval csak azt majd fagyasszuk. Van egy nagy probléma, na. Hogy a kacsát, amit vettünk, az... Micsodát? A kacsa. Kacsa, mi van vele? Problémás, mert... Mi? Problémás, mert nem tudom, hogy honnan jöhetett, mert nincsen belseje. Nincs belseje? Nincsen nyaka, meg nincsen... Fogd a kamerát? Meg nincsen mája. Na, mi a probléma a kacsával? Szóval nem tudom, mit hallottál belőle, hogy... Az a probléma, hogy akartam készíteni a kacsát, de most már megvárunk, megesszük azt a kaját. A kacsának nincs belseje, ez ilyen alien, nem tudom, hogy honnan jöhetett, de kacsa. Kihagyták a máját, a nyakát, az zuzáját, általában azt bele szokták tenni, és ennek sehol. És akkor most mi lesz? Hát, megesszük anélkül. Semmi, megesszük anélkül, nem arról van szó, csak már ezt is kisporolták belőle. Na, mit szóltok hozzá, gyereke? Casadilla, jól mondom? Casadilla. 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 Dia. Ével? Dia. Dia. Itt már vigyázol, mert meg tudod égetni. Ha nem figyelsz, ez jó vastag lesz. Jó, még megcsinálom. Ilyen emberes. Még megcsinálom azt a burítót is akkor. Kuxi! Jó, átveszem a kamerát. Gyerekek, nézd ide! Hanyadika van? November? Mi? Hú, most már melegíti a lábamat ja. Itt nagyon. 20 mennyi van? Az a helyzet... 25? 26? Ide nézze. Hát nem tudom, hányadika van. Tényleg. Na, nem ülünk ide a napra. Na, az a helyzet, hogy meleg reggel hűvös van, éjszaka hűvös van, ami nagyon jó, mert jó aludni benne ebben a hűvösben. Az biztos, nyitott ablak. Plusz még a légkondi sem megy, úgyhogy azt megspóroljuk egy csomó pénzt. Figyelj, és kellene, utána meg hamar fölmelegszik. Kellene tányér levenni a vizét. Helyezem a illatát. Egyszer. A kezemre vigyázz. Ez még nem jó, ezt még egyszer megfordítom. Na, közben magamat veszem. Nagy a fennforgás, gyerekek itt. Ezt is, nézd, oda folyik ki a sajt, oda néz. Meg, jól van, nem ment szét. Nem szabad megégessem. Hát kicsit kijött belőle. Ennél nagyobb baj sose legyen a világon, ugye? De melegít ki a lábam. Megcsinálod? Átmelegítsük a burítókat is? Nem kell. Miért nem? Hát meleg. Na, de egy kicsit megpirítani. Kívülről. Hozd ide. Megszokták. Persze, hozd csak ide. Csak az alja itt, hogy összeérjen. Igen, ide tedd bele mind a kettőt. Összeérjen. De túl sokáig nem kell, mert... Még hozunk tejfölt is majd, amikor esszük. Tetejére lehet tejfölt, meg egy kis sajtot, ha akarsz. Hát, én csak tejfölt eszek. De jó, kicsit ennél, megpiríjuk. Ennél több kalória akkor... már nem igen. Megpiríjuk, és akkor megyünk kajálni, gyerekek. Hát remélem tetszett ez a... Ugye a rögtönzött kerti főzés, kicsit ilyen mexikói. Ezeket bevigyem, hogy... Persze, aztán majd ott bent összeállítom. Még jó, lejön legalább 3 darab burrito. Mi az, amit ebből még be tudok vinni? Tojás nélkül. Talán ez. Jó van. Kuxi, megyünk befele. De kicsit te is kapsz. Jó? Hát gyerekek, meleg van. Meleg van. Fölmelegedett. Most reggel még pulóvert kellett venni, meg egy kis kabátot. Most már meleg van. Főleg, na, szóval jövj rá. Te teszel rá tejfölt? Nem tudom. Lehet majd így mellé kicsit ide rakok a tányér szélére. Na gyerekek, Isten. Na még egyszer, Happy Thanksgiving mindenkinek. Ez egy külön videó lesz. Ez már majdnem ilyen ebéd és reggeli között. Ez van. Hú, de marha jó lett. Azt a minden ide finom. Villázok, mert... Ez jobb, mint amit a izébe kapsz. Nem mondok cégnevet. Jobb. Ha? Érezni azt a mexikóias ízeket, ugye? Kicsit azért van csípős benne.
De nem vészes. Ha? Nem, jó lett. Ugye? Olyan elegáns, jó, kellemes. Hol vagy? Ki? És akkor Halloweenkor. Mi van akkor? Amikor faragtuk a tököt. Ja. Yeah. Egy pár magot lenyomtam oda. Aha. Ki jött? Ja, azt mondod ott? Igen. Ja. Hát majd a Kokó lerendezi lefé. Az biztos. Kukci, gyere onna. Várja a másik kutyát. Nézzek a papája is, hogy nől. Várja a másik kutyát. Láttad, hogy nől a papája? A gyerekek, ennyi volt a, ezennel a Thanksgiving sorozat. Mondjuk úgy, hogy az első része, mert ugye megmondtam múltkor már, hogy elnézést, hogy egy videón ezen túl. Jó lett, nagyon. Hát van olyan, mint amit a Janika hozott. Sőt, szerintem ez jobb. Hogy egy videón egyféle étel lesz. Beleraktam sokszor 3-4 féle kaját egy videóra. De ezt egybe számol. Na, így jobb. Na, elosszuk. Jó? Tehát... mindjárt mondom. A legközelebbi videó az a... mi lesz? Kacsa? Kacsa sütés. Ami nagyon egyszerű lesz. Neked az előkészületek a... tulajdonképpen egy ilyen ebéd lesz ma. Hogy került az olaj? Egy ilyen késői ebéd, úgy mondjuk. Ugye, rétlöncs. Na, megnézzük egy kis tejföllel is, hogy milyen. Hol áll, gyerekek? Hát köszönöm, hogy megnéztétek. Még egyszer mondom, november 26-5. Nem tudom, a magyarika. Nem tudom, magyarika van. 25 vagy 26. Ennyi éjszakázás után csoda, hogy még fog az agyam. Csütörtök van, Thanksgiving, csütörtök. Ja. 25. 25, ja. Hát ilyen idő van Floridában.